A két éve ősszel a 72 óra kompromisszum nélkül című önkéntes akción a fiatalok által elültetett hagymákból virágzik ki, évről évre a méltóság mezeje. Az 1000 narcisz hagymát azért ültették, hogy a sárga tüneményekkel biztassák tavasszal a gyógyíthatatlannak vélt betegségben szenvedőket. Az akciónak különleges üzenete van. Cél, hogy az emberlét betegségben is méltósággal fejeződhessen be. Az akcióban részt vettek a Rák ellen együtt egymásért egyesület képviselői, diákok, hozzátartozók, a Hetényi Géza megyei kórház képviselői és a város vezetői is. Az általuk szedett virágokat a kórházban fekvő daganatos betegeknek és az otthonápolásban lévő hospice szolgálathoz tartozó haldoklókhoz juttatják el. A szemléletváltás célja, hogy mindenki érezze, az élet az utolsó percig értékes, maradjon meg a méltósága mindvégig.